Gondolom sokaknak megvan az a szituáció, mikor fiatalként, gyerekként a videótékában mindig volt egy polc, ahonnan soha nem veszünk ki filmet, nem pornóra gondolok, hanem mindig ott vannak a véres, meg felnőtteknek való filmek. Én gyerekként mindig nézegettem ezeket, mert olyan érdekes volt a borítójuk a tokokban. Mai napig nem felejtem el a Hellraiser borítóját, vagy a halálhajónak azt a 3D-s gagyiságát, és ott volt mindig egy film, amit nem tudtam hova tenni. Nem tudtam a borító alapján eldönteni, hogy ez most horror lenne, vagy ez valami pornó, vagy ez mi lenne. Ez volt a Rocky Horror Picture Show, itt találkoztam először, és keltette fel az érdeklődésemet úgy igazán. 2010. október végén, az őszi szünetben, hát ne kérdezzétek, miért tudom ennyire pontosan, megtörtént a nagy találkozás, megnéztem a filmet, és bátran állítom, hogy azóta is az egyik legnagyobb hatást gyakorolta rám, mint filmes, vagy aki ebbe a szakmába tanult és foglalkozik. Annyira, hogy én azóta is minden egyes évben, ebbe a úgymond őszi szüneti korszakban megnézem ezt a filmet, és pont ezért úgy gondoltam, hogy ebbe a korszakba, időszakba el is készítem a stáblista után azon részét, ahol elmegyünk a transzexuál bolygóra, azon belül is Transzilvániába, és elmondom, hogy miért ajánlom a Rocky Horror Picture Show-t a mai stáblista után epizódunkban. You've seen all kinds of movies, but you've never seen anything like the Rocky Horror Picture Show. Sokan nem ismerik ezt a filmet, meg ezt az egész kultuszt, ami körül öleli. Ez inkább külföldön van, és legszívesebben egy ilyen nagyon mélyreható, másfél órás elemzős videót készítenék erről, de szerintem az a 24 ember nézné meg. Én személyesen talán egy embert ismerek, aki ennyire szereti, de hát, ha itt most valahogy a nagy világba kikiáltva találkozok hasonló emberekkel, és a film egy színdarabról, egy musicalről átírt dologról van szó, ugyanis a készítő, Richard O'Brien, aki nem csak az egészet megírta, még a dalokat is ő szerezte, a brit színházakba, biztos valami nevesbe játszották nagyon sokan, Tim Curry főszereplésével, akit sokan az eredeti az bohócaként ismerhettek, de aztán annyira nagy sikerű lett, hogy ez a darab kiment Amerikába, és a 20th Century, mindig vannak ilyenek, amiket képtelen vagyok kimondani. A Century Fox megvette a színdarabot, és adott bele nem is kevés büdzsét itt a 70-es évek közepén, azért egy ilyen szókimondó tartalomra nem volt előfordulva, hogy csináljanak meg egy egész estés filmet. Történet a legnagyobb klisé a világon. Brad and Janet, a friss, eljegyzett pár éppen eltartanak a volt tanárukhoz, miközben egy esős, viharos, rejtélyes éjszakán lerobbannak a kocsiukval, vagyis defektet kapnak. Ekkor az egyetlen közeli helyiség, ahol segítséget kaphatnak, egy nagyon rejtélyes, misztikus és félelmetes kastély. Ahova betérve elkezdődik egy hatalmas nagy káosz, amit nyugodtan elmondhatnék, mert a történet nem a legfontosabb része ennek az egész filmnek. Szerintem jóval megelőzte a korát, mert ezt az egész posztmodern irányzatot látom benne, és azért a 70-es évek közepén még annyira nem volt elterjedve, már csak a témáját tekintve is. Sőt, hogyha azt nézzük, olyan műfaji keveredések vannak benne, amik akkoriban, sőt, még most is ritka. Szóval van horror, vígjáték, musical, sci-fi, thriller, romantika, szatíra, és még a negyedik falat is áttörik benne, és mind ezt egy igazi glam rock dallamok által csendülnek fel. És ha már zenék, mivel musicalről beszélünk, nyilván a zene fontos szerepet játszik benne, és szerintem a soundtrackje valami megunhatatlan, és mindig elkap valami érzés, egy ilyen mélyről jövő dolog, hogy táncolnom kell, time warp again, nagyon jó dalok vannak benne, szerintem bármikor meg lehet hallgatni újra és újra, rendkívül jó szójátékok vannak benne, de ez erre az egész műbe látszódik, nagyon sok kikacsintás, easter egg. Az egész setupnak is egy különleges, magával ragadó atmoszférjája van, akár a díszeteket nézzük, a karaktereket, a costume designt, minden kész őrültek háza az egész film. Bár nem mindenkinek ajánlom, aki
elég snob, konzervatív és szeret dobozba élni, és minden meghökkentő dologoktól csak távolságban nézi, nekik nem ajánlom. Ez egy elég polgárpukkasztó, megbotránkoztató dolog is lehet, de aki szereti a szürreális, szabadabb dolgokat, azoknak mindenféleképpen. Nézzük is meg, hogy miről is szól maga a film így mélyebben. Ahogy már említettem, a történet mellékes. Alapjáraton abba egy műfaj paródiát láthatunk, ahol régi ilyen gagyib horrorfilmeket mutat, akár a 40-es, 20-as, 30-as, 50-es években, pont olyanokat, amiket a retróság szokott bemutatni. Sőt, ebből a korból skifiket is. Ezekből vegyít, rendkívül sok popkulturális utalás van, és easter egg, tényleg szerintem 50 minimum van, és rendkívül jól nyúl hozzá, görbetükröt állít ezeknek, mégis kellően szórakoztat, ahogy ezeket a filmes műfai kliséket bejátsza már 146-odjára, de mégis ott van a Rocky Horror fűszer, ami miatt különleges lesz és vicces. És ez a Rocky Horror fűszer teremti meg a film saját közegét, amit szerintem nem nagyon lehet behatárolni. És azzal, hogy a történet mellékvágányra terül, máshova keveredik a figyelem. Bizonyos jelenetek, dalok, ruhák, szimbólumok, metaforák mind-mind utalnak arra, hogy mit próbál kiközvetíteni a néző felé. Én úgy gondolom, hogy mindenkinek szerintem ez más jelent, és minden megnézése mindig valami más részletet fedez fel az ember, vagy ért meg. Én tényleg egyszerűen nem tudom elhinni, hogy 8-adjára láttam minimum filmet, de még mai napig találtam benne újdonságot, amit nem vettem észre. A fő előnye a társadalom kritika, nagyon sok mindenről szól, talán ez is az egyik hibája, hogy ezek nincs annyira kifejtve. Szóval van itt a dekadencia, a szüzesség elvesztése, az emberek, hogy hogyan zárják be magukat, az emberi gyengeség, irigység, mind stb. Még sorolhatnám, annyi mindenről szól. De nekem az első aspektusban leginkább a szabadságról szól, az, hogy hogyan élhetjük az életünket. Frankenfurter, a főszereplő, egy olyan spoiler, aki meglátta egyesekben a fantáziát, a szabadság fantáziáját. Hogy mi emberek lehetünk sokkal szabadabbak, mint amilyennek vagyunk, mint amilyennek a társadalom, és mi bezárjuk magunkat egy dobozba. De Frank ebből próbálja felszabadítani az emberiséget és környezetét, hogy lássuk, hogy lehet másképp dobozni, másképp létezni a dobozon kívül is. Lehet maradni, és próbáljunk meg kitörni az adott személyiségünkből, és amit elnyomunk magunkba, hozzuk életre. Épp ezért a film folyamatosan ellentétes karaktereket hoz össze, vagy épp a személyiségükkel ellentétes dolgokba keverednek főhőseink, akiket így vagy úgy ezek a dolgok és a film cselekményei megtörnek, és a film végére egyfajta más szemléletbe látják a világot nem is, de saját magukat. És ez a legfontosabb, ami még tetszett, hogy nem arról van szó, hogy most a nagy világot meg akarják váltani, hanem minden karakterben a saját belső vívódása és a maszkjai levetkőzése. Ez az, amit látunk a filmben. Itt aztán tényleg beszéltünk mindenről, a prűdségről, az azonos neműekhez való vonzódások, a szülő és gyerek viszonyról, szóval tényleg egyszerűen annyi mindent tudnék beszélni. Viszont a vak is látja azt a túlfűtött szexualitást, amit az egész film taglal. Ugye a 60-as évek végén, a 70-es évek hajnalán volt egy szexuális forradalom, ugye a Hair, amit még hasonló musicalnél tudnék mondani, ami ugyanebben a témáról szól, de a Rocky Horror sokkal szabadabb és polgárpukkasztó módon. Nagyon merész volt azért a 70-es években a melegséggel és a transzexualitással mind viccelődni és mind felvállalni, nagyon kemény, ritka volt, de valamilyen szinten ebben a szexuális forradalomban ezt jelenthette a szabadság. Tavaly vagy tavaly előtt a Rocky Horrornak készült egy remake-je, és ugye hát nem titkolt céllal, hogy ugyanezt a úgymond mostani szexuális forradalmat, amit élünk, ennek a generációnak is legyen egy Rocky Horrorja. Na eleve ez egy szar volt, de szerintem itt másról van szó, nem feltétlenül úgy működik. Még az eredetiben
arról volt szó, hogy a belső dolgok jöjjenek fel az emberekbe, legyenek szabadak, vállalják fel önmagukat. Itt ma 2018-ban ez szerintem egy kicsit másképp működik. Janet! Dr. Scott! Janet! Brad! Rocker! Janet! Dr. Scott! Janet! Brad! Rocker! Janet! Dr. Scott! Janet! Brad! Rocker! Listen! De visszatérve a filmre, én mindenkinek ajánlom, aki bátor, mert a Rocky Horror Picture Show egy laza, szabad film, ami ráadásul mindenkinek más jelent. Nem kell ez benne megtalálni ezeket a megfejtéseket, vagy értelmezéseket, amikről én beszéltem. Azt is jelenteti, hogy egy tök jót szórakoztál, és látta egy olyan alkotást, ami szerintem talán még nincs még egy ilyen, vagy talán csak hasonló. Hiába rossz benne a történetvezetés, nincsenek kifejtve különböző jelenségek és témák, amikről itt beszéltem, a vágás is fura, a kamera használás, de pont ezt teszi egyedivé és magával ragadóvá egy kurva jó filmélménnyel. Képesek voltak a 70-es évek közepén, az új Hollywood kezdetén, amikor elkezdett ez az egész merchandise dolog elindulni, egy olyan filmet készíteni, aminek szerintem annyira nincsen párja. És nekem tényleg benne van a top 10 kedvenc filmjeim között is, vagy a top 20-ba biztos. Röviden, tömören ennyi. Beszélhették még másfél órát is elemezhetni. Majd csinálok egy Rocky Horror filmklubot, és akkor ott a rajongókkal percről percre kibeszéljük. Nem tudom, vannak-e ilyenek. De amúgy tényleg még arról sem beszéltem, hogy van interaktív színház, mikor egyszerre játsszák a színészek a színpadon a dolgokat, közben meg megy a film, és mikor esik az eső, vízipisztollyal lövöldözik a nézőket, akiket mint a filmbe újságot kell fejük fölé tartani, a time warpra, a megadott koreó szerint táncolni, szóval ez tényleg egy hatalmas nagy kultusz. De nem akarok tovább beszélni, mert már elhúztam az időt. Köszönöm, hogy megnézted a videót, ezt az új stáblista után, ha érdekel ennek a sorozatnak a további része, akkor itt a end cardoknál ott lesz a link, nézd meg, és soha se hagyjátok Kansasbe Totót, legközelebb is találkozunk, de szigorúan a stáblista után. Sziasztok! To the left.